Hát a probléma az, hogy amilyen gyönyörű, olyan veszélyes is, hiszen két oldalt hegyek veszik körül a völgyet, hiszen a hozzátartozó település neve is Ajkacsinger völgy volt, és itt a völgyben hát megül a csapadék, és ha hirtelen jön és sok jön, már pedig azért egy-két évente előfordul, akkor a vízelvezetés igazából nincsen megoldva. Tehát azoknak, akik itt fönt laknak, illetve itt dolgoznak, azoknak nagyon komoly problémát jelenthet. Egyrészt a víz, másrészt ugye, hát a víz hordoz magával üledéket, ami eltömíti a még meglévő vízkivezetőket, meg hát az utat is rendesen mindenféle hordalékkal megszórja. Hány családot érint ez a probléma? Hát amennyire én képben vagyok, a felső részén ennek a völgynek állandóan három család lakik, de kettőben kisgyerekek is vannak, akikkel ugye le kell jutni minden nap óvodába, iskolába. Alkalomszerűen lakik itt egy idősebb házaspár, és hát itt a parkerdőnek is vannak szinte állandó lakója a kempingnek. Mióta áll fenn ez a probléma, és az önkormányzat mit próbál segíteni? Hát a probléma az azóta fennáll, amióta ez itt egy lakott település, az pedig valahol már több mint 100 évvel ezelőtt létrejött, hiszen itt egy bányász kolónia volt hosszú időn keresztül. Na most ez mindig problémát jelentett, mert a víz az mindig esett, és mindig hozta magával ezeket a gondokat, de korábbi időszakban, jóval korábban, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a múlt század 50-es éveig addig itt volt egy árok, ami ezen az egykori kolónia településen keresztül arra le a Légakna felé elvezette a vizet, és ezért nem voltak ilyen problémák. Mi lehetne akkor a megoldás, ami segítene rajtuk? Hát újra árkot kellene itt építeni, egy olyan árkot, amelyik levezeti ezt a vizet, de szeretném mondani, hogy ez nem egy egyszerű dolog, ugyanis ha most itt körülnéztek, akkor ennek a völgynek a legmélyebben fekvő része, és a, ha úgy tetszik, kimeneti rész, tehát itt körülbelül a múzeum bejáratánál lévő terület között a szakemberek szerint több mint 1 méter a vízszint különbség. Hát ez a szintkülönbség, tehát igen-igen komoly árkot kellene itt ahhoz létrehozni, hogy levigye a vizet. Másrészt ugye itt menet közben már közművek épültek, amik csak-csak bonyolítják ezt a munkálatot. De ettől még meg kell oldani. A tegnapi nap mit csinált itt az önkormányzat? Hát az önkormányzat tulajdonában álló Kft. Munkatársai annyit tudtak tenni, hogy árkot ástak, és ebbe az árokba akkor a víz egy része le tudott eddig legalábbis jönni. De hát az árok kiásásánál rögtön bizonyos közművek előkerültek, tehát ez sem egy tartós megoldás. Ez most csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, tűzoltásszerű megoldás volt. És most mi a helyzet? Tudnak már közlekedni az itt lakók? Hát van, ahol tudnak, és van, ahol még mindig nem. Víz probléma úgy tudom már nincsen, hanem az út a ráhordott hordalék miatt járhatatlan gyakorlatilag járművel is. Megcsináltam, nagyon jó kis út volt, csak azt a finom követ, azt a víz most mind lemosta róla, ami rajta van. Több mint 10 éve lakunk itt. Nagyobb esőzések után összegyűlik és megállít a vendéglő előtt a víz, de olyan mértékben áll meg, olyan mélységben, hogy autóval sem tudunk közlekedni. És akkor mit csináltok ilyenkor? Ilyenkor előkeressük a gumicsizmákat, belebújunk, és az erdőn keresztül, itt a szánkópálya felett, ott gyalogosan közlekedünk, az autót azt itt lent hagyjuk száraz helyen, és túrázunk hátunkon a szatyrokkal, a batyukkal. Ez mennyivel hosszabbítja meg az utatokat az iskolába, óvodába, munkahelyre? Meghosszabbítja, meg nem is az, hogy menni kell, meg felöltözni, hanem hogy az iskolatáskát, meg minden holmit, amit ugye hozzászoktunk az autóhoz, hogy beszórunk, azt a hátunkon kell vinni. És ahol laktok, ott van ilyen probléma, hogy bemegy a házba a víz? Nincsen, hál' Istennek nincs. Itt a vendéglő előtt a legnagyobb probléma, meg az utat is ilyenkor rendesen kimossa a sok csapadék, az eső. A tegnapi nap hogy tudtatok hazajutni? Segítséggel, kedves ismerősök segítségével, akik hazajuttattak bennünket.
Amióta itt laktok, volt ilyen probléma? Volt. 2 évvel ezelőtt is volt, hogy akkor úgy emlékszem, hogy 2 napon keresztül is az erdőn átjártunk gyalogosan, gumicsizmába felöltözve, mert víz miatt nem tudtunk lejönni az úton. Ez miatt, a járhatatlan út miatt gondolkodtok arról, hogy el szeretnétek innen költözni? Nem gondolkodom, én nekem nem jut eszembe, én így születtem, Ajkának, Csinger részén, Bódén nőttem fel, én nekem itt kell meghalnom.